12 hónap, 12 téma. A január az rólatok szólt. Tudtam, hogy brutálisan nehéz lesz ez az év. Én nem gondoltam volna, hogy év végére itt fogunk tartani, ahol tartunk. 2022. május 6-án reggel meghalt Belki Krisztián. Reggel úgy nem tudtam, hogy most nyilatkozzak, ne nyilatkozzak, és azt gondoltam, hogy ameddig nem nyilatkozok róla, addig ez nem történt meg. Nem azért nem teszek meg dolgokat, mert nem akarom, vagy mert nincs jobb dolgom, hanem mert nem vagyok rá képes. Nem tudta hova tenni, hogy kezelni. Hát amikor futottunk be a Vörösszőnyegen, akkor azt mondta, hogy ide fogok hányni, bármikor. És akkor tudod, mondtam neki, mondom, jó, csak ne a Vörösszőnyegen, mert mondom, lerontjuk el azt az, hogy végig futunk a hűzőn. És neki ez volt az első igazán nagy élmény, amit megnyert az élete során. Eljutottunk a csatornánk első teljes évének szilveszteréhez, tehát bő egy évesek vagyunk. Bizony. Ezt az egész évet már itt töltöttük az online térben, a YouTube-on. És úgy gondoltuk, hogy egy formabontó műsorral fogjuk ezt a szilvesztert megünnepelni. Méghozzá meghívtunk három olyan vendéget, sziasztok! Sziasztok! Berki Mazsit és Kulcsár Edinát, akik szerepeltek a műsorunkban már az elmúlt egy évben, és hogy velük szeretnénk feldolgozni a mögöttünk álló évet. Teljesen szubjektív módon, minden egyes hónapban kiválogattuk a hónap hírét, ami szerintünk a hónap híre. Lesznek olyan hírek, amik közvetve vagy közvetlenül kapcsolódnak hozzátok, és lesznek olyanok is, amik ettől teljesen eltérnek. Tehát a logika összesen annyi, hogy 12 hónap, 12 téma, és nagyon fegyelmezetten, egymás szavába vágva kielemezzük ennek alapján az adott hónapot. Óra indul? Mehet. Jó. Na kérem, itt a január. 2022. januárjának közepén az Instagramon jelentette be Kulcsár Edina és férje Csuti, hogy ugyan próbálták megmenteni a házasságukat, végül a válás mellett döntöttek. Nem sokkal később Edina azt is bejelentette, hogy új párja van, a GVM művész néven híressé vált Repter személyében. Voltatok is nálunk vendégek. Kérdezhetek csak, hogy ilyen kultúráltan belevágják, szóval ez a szilveszteri adás nem arról szól, hogy ilyen jó hangulatú, ilyen jó dolgokat hát dolgozom. De miért? Ez egy jó dolgok. De az elején nem volt jó hangulat, a másik fele már tetszett. Na, de... Csak kérdezem. Nem, várj, csak ennél. Ugye elcsaptatok ebbe az évbe, tehát hogy a január az rólatok szólt. Tehát most tényleg, minden jó. Mi nem csak az évbe csaptunk, miért? Helen, mi az egész évbe csaptunk bele. Egyrészt, kezdjük előre. Hogy van a baba? Jól van, minden nap mondja nekem, hogy jól vagyok, anya, köszi. Tényleg. Számítottatok rá, vagy számítottál rá egyébként, hogy a ti válásotok bejelentése akkora hullámot fog verni, mint amekkorát vert? Igen, egyébként számítottam rá. De hát nyilván azért a második fele, amit ugye te is elmondtál, az azért lökött rajta egyet. De ne én legyek az, aki véleményt mond a saját történetében, kérdezzük meg a többieket. Egyébként tök érdekes, mert ugye ti is a bulvár szereplői vagytok, lettetek és voltatok már akkor is, amikor ti olvastok egy ilyen hírt valaki másról, akkor mire gondoltok? Otthon emlékszem, ment a tévé, és akkor mi Krisztiánnal beszélgettük ezt, hogy igazából hetekig, napokig is pont ezt beszéltük, hogy tényleg még a csapból is. Tehát nem volt olyan platform, ahol ne találkozott volna az ember ezzel a hírrel, és mindig valamit még csűrtek rajta és csavartak, de hát ugye a bulvárnak az kell, amit olvasnak, mert hát ugye ott a kattintás számít, hogy minél több van elolvassák. Igen. És én megmondom őszintén, így tehát én nem lepődöm meg azon, hogy valaki válik, azért már most a 21. századot írjuk, és azért itt én azt mondom, hogy teljesen felborult az a rendszer, amit régen nagyanyáink vagy a szüleink idejében éltünk, és valahogy máshogy növünk föl is, és az, hogy ma már valaki együtt marad, az nagyon-nagyon ritka. Én összetenném a két kezem tényleg, ha a jövőben találnék egy olyan párt, akivel le tudom élni az életemet, de azt gondolom, hogy ez nagyon ritka manapság, és szerintem nem újdonság, hogy valaki válik. És az, hogy ilyen gyorsan rátalált valakire a szerelem, az pedig nagyon sok mindenkit megbotránkoztatott, és én azt gondolom, hogy itt az emberekben nagyon sok az irigység,
hogy én is bezzeg most szakítottam, nekem nem jön össze, ő neki már milyen jó, ő kiteszi, ő, tehát vagy hogy képzeli. Vagy az, hogy mer valaki lépni, mert nekem én nagyon sok olyan üzenetet kaptam, hogy ők nem mernek. És azért annak idején én is, amikor felvállaltam a kapcsolatomat Krisztián, én is nagyon sok hideget, meleget kaptam. Tehát összejössz egy olyan szereplővel, aki nagyon megosztó, és itt a ti esetetekben is azért mind a kettőtök, Márka, mind a kettőtök egy megosztó személyiség. Hát igen, melyikük a megosztók. Tehát, hogy egyébként te mindig is, tehát, hogy mindig a Csabbó listát folyt. Tehát bármit csináltál, mindig róla szólt, minden, meg, nem? Meg ugye tehát, itt, itt a tévé találkozott, meg ugye a YouTube teljes igen. mértékben. Itt ezt lehet mondani, azért igen. volt ennek ekkora hangja, mert ugye jött a televízió. És hát jött a klipje is, ugye Elvidának, és akkor az, hogy megint nagy berobbant oda is. Igen. Ugye ezért volt ekkora hangja, igen, mert mind a kettő oldalról. Szerencsétlenül jöttek össze akkoriban a dolgok, tehát valószínűleg, hogy ilyen ön akaratunkon kívül is úgy jött minden össze, mert ugye az a szám már nagyon régóta készült, sőt, ugye valahol a találkozásunk is leginkább ennek köszönhető volt. Tehát, hogy minden úgy jött össze, hogy ilyen nagyon-nagyon in time hát volt. Igen, a klip is januárban jött ki, január végén. Igen, egyébként, igen. Tehát ilyen minden két-három napos eltéréssel történt. Én azt hittem, hogy ez meg van tervezve. Dehogy mindenki, sőt, mindenki, mert olyat is hallottam egyébként, hogy mi ezt is megterveztük, hogy én elválok, meg vele össze, aztán közben nem is így van, tehát, hogy én hogy itt olyan összes... Beszél a média, olyan összes, hogy nem legyen a kattintás a dalod. Aha, igen. Hát 2,3 millió már a megtekintés szám a dalodnál, hát azért az, tehát, hogy azok is megnézik, akik nem szeretik, és azok is, akik igen. Igen, igen. Na mindegy, szóval, hogy szerencsétlenül jött össze akkor úgy minden, ami másoknak úgy tűnhetett, hogy, de nyilván nem így volt. Úgyhogy igen, mondták, hogy minden csoda 3 napig tart, és így 3 hónap után kérdeztem, hogy meddig tart ez a 3 nap? Mikor kezdik, és mikor lesz igen. vége? Most szilveszter van, pillanatokon igen. belül ugye vége van ennek az évnek. Jó éved volt? Hát minden dolognak ugye két oldala van, ezt mindig vallom, és ezt gondolom mindenki egyetért ezzel. Én maximálisan próbálok a pozitív oldalába kapaszkodni. Tudtam, hogy brutálisan nehéz lesz ez az év, de mégis azt gondolom, hogy amennyire nehéz volt, tehát hogy én nem gondoltam volna, hogy év végére itt fogunk tartani, ahol tartunk. Tehát, hogy bizonyos köröket le kellett futni, a gyerekek, a kapcsolatok hogy alakulnak, elmúlik mindenkiben az a nagy feszültség, ami az elmúlt években volt, vagy ami az elmúlt helyzet szülte mondjuk. Úgyhogy ennek egy elég hosszú lecsengése volt, és szerintem ennek még mindig kell egy kis idő, viszont nem kapjuk már annyira nagy impulzussal ezeket, mint mondjuk az elején ennek. És mondom, én ezzel számítottam rá, viszont a jövő évtől nagyon sokat várok, tehát hogy én tényleg tudtam már januárban, hogy nyilván én ezt már tavaly is tudtam, hogy ez így fog történni, és akkor is tudtam, hogy muszáj belevágni, nagyon kemény lesz, és számítottam arra, hogy az egész évem erre rámegy, de most sokkal pozitívabban állok ennek, úgyhogy összességében nagyon, főleg miatta. Hát igen. De szerintem amúgy az országnak meg bizonyítottatok, hogy tényleg együtt vagytok, szeretitek egymást. Most igen. Ez hülye példa lesz, de hogy a magára tetováltatott téged, az azért elég nagy szó, amúgy az egy örökre szóló dolog. Úgyhogy szerintem nem itt a bizonyítani kéne bárkinek is, de tényleg bizonyítottatok, hogy tényleg szerelem. De én azt gondolom, hogy a kapcsolatot, a két ilyen média személyiségnek azért nagyon nehéz ezt a médiából. Tehát amikor ő fölvállalja, tehát azért itt országvilág, ugye szemefénye, és azért itt bármi történhet, és azért ez egy olyan kockázat, vagy hogyha nevezhetem így, hogy azért kiteszed, közszemlére teszed az életedet, és ha valami történik, akkor az embert még jobban eltapossák, tehát hogy itt azért itt az ember igen. átadja magát, és igen, őszinte szeretne lenni. Február. 2022. február 24-én Oroszország hadműveletet indított Ukrajna ellen, vagyis kitört a háború a közvetlen szomszédunkban. Ez a legnagyobb hagyományos katonai konfliktus Európában a II. Világháború óta. Az elmúlt hónapok során közel 14 millió ember menekült el Ukrajnából. A február hónapot is, és aztán ugye azután a következő hónapokat gyakorlatilag máig azért tematizálja ez a hír, meg a szomszédunkban dúló háború és az események. Kisgyerekek édesanyjai vagytok. Milyen érzések volt bennetek? Közvetlenül hallottam és a hírekről is láttam, hogy mi történik ott, mert nekem az egyik nagyon jó barátnőm, szomszédom, ő Ukrajnából származik, és neki a családja kim volt, és engem most is így fut rajtam igazából így a libabőr, hogy juthatunk el ide, ebbe a mai világba. Igen. Tehát hogy lehet az, hogy ma háború van? Hogy nem
tehát hogy nincs az az intelligencia ezen a földön, hogy két ember, két országnak a vezetője meg tudjon valamit beszélni. És de sajnos egy ilyen világot élünk, és ebben én akkor szültem ugye Emmát, és megmondom őszintén, én nagyon féltem, hogy egyáltalán hova szültem a gyermekemet, hogy fogom felnevelni, milyen világ jön, és igazából minden bizonytalan, és én megmondom őszintén, én egy idő után kikapcsoltam a tévét, én nem olvastam híreket, a mai napig nem olvasok híreket, tehát én valószínűleg nagyon sok mindenről nem tudom, és lehet, hogy ez így nem helyes, de én inkább néha szeretem egy kicsit homokba dugni a fejemet. Ezt akartam kérdezni, hogy ez olyan jó taktika? Igen. Én megmondom őszintén, én így boldogan tudom úgy, tehát a helyzethez képest boldogan tudom élni a mindennapjaimat, és nem rettegek. Amikor minden nap olvasom a híreket, akkor egy ilyen görcs lesz a gyomromban, úristen, hogy oldom meg, úristen, hogy lesz volna. Viszont ha nem figyelek ezekre a hírekre, akkor viszont csak a céljaimra tudok figyelni, és azt, hogy mi a feladatom. És szerintem ez nagyon sokban befolyásolja a napjainkat. Meg már azért nehéz eldönteni szerintem azt is, hogy tényleg már mi az, ami tényleg igaz, mert azért itt is elég erősen ferdítenek, az biztos, mint mindenben. És most hogy döntöd el, hogy most tényleg igaz, amit olvasol, vagy nem? Most stresszelj rajta, vagy nem? Az az érdekes számomra, hogy mondjuk a ti generációtok, mert sajnos azért már én is fölöttetek vagyok amúgy életkorban, mindegy, hogy így kezd el gondolkodni. Mert mondjuk, oké, az, hogy homokba dugom a fejem, és inkább nem akarok elveszni a részletekben, mert nem is tudom eldönteni, hogy mi igaz és mi nem. De hát közben attól még itt lőnek a szomszédban, meg bombáznak, meg minden, tehát ez itt megy tovább. Tud az ember róla, tehát nem azt, mert ugye az ember azért értesül dolgokról, de nem azt, hogy minden nap, napi szinten frissítse ezeket a híreket. Uh-huh. Tehát így is úgy is hall az ember az olyan környezetéből, tehát mindig eljutnak szerintem a hírek mindenkihez. Viszont az, hogy nap mint nap is pont a híradót én például nem szeretem nézni, azt elkapcsolom, hogy ott ne lássam, de azért az emberhez eljutnak szerintem azok a fontosabb dolgok. Te vagy az, aki viszont most, miközben zajlik a háború, vagy várandós. Hogy éled? Én ugyanaz vagyok, amit elmondott a Mazsi, én sem olvasok. Mondjuk ez nekem a januári időszaktól kezdődik, tehát hogy én tök tudatosan fogtam magamat, és mindenkit, sőt olyannyira, hogy voltak ismerősök, nem annyira közeli ismerősök, hogy mondjuk napi szinten beszéltem vele, de hogy küldték folyamatosan a rólam megjelenő cikkeket, amik nem is feltétlenül voltak igazak, és én annyira fel tudtam magamat ezen húzni, hogy volt is, hogy ilyen pánikbetegség jött rám, amivel én korábban nem találkoztam, és mondtam, hogy itt vége van, és megmondtam minden ismerősömnek, hogy innentől kezdve, hogyha olyat küldenek, ami bennem bármilyen jellegű frusztráltságot okoz, akkor le fogom tiltani, mert hogy én innentől kezdve csak a jó dolgokat vagyok hajlandó beengedni az életembe. Nyilván ez a magánéletemmel kapcsolatosan történt, de ugye ez január volt, és ugye február a háború, természetesen én is értesültem róla, mi is támogattuk őket olyannyira, hogy Márkkal mi például kimentünk a keleti pályaudvarra, mi segítettünk, önkénteskedtünk, osztogattunk ételt a menekülteknek, akik akkor érkeztek a vonaton, tehát mind pénzben, mind cselekedet szintjén próbáltunk segíteni, de én sem olvasok. Ez egyébként egy tök jó trükk, de majd visszatérünk rá később. Válaszolva a kérdésedre pedig, hát elgondolkodtató nagyon sok minden. Viszont azt gondolom, hogyha az életünket a félelmeink alapján éljük, és azt szerint cselekszünk, hogy mi lesz, ha mondjuk holnap ez is ez történik, akkor nem tudunk boldogok lenni, és nem tudunk maximálisan ezeknek a vágyainknak eleget tenni, és nyilván nagyon sok minden, de nem kell messzire menni, nem csak a háború, de itt vannak például az energiaválság, vagy bármi más, hogy viszem a gyerekemet, persze lehet gyalogolni, vagy bármi más, hogyha nem lesz üzemanyag mondjuk, de hogy hát itt nagyon sok minden, tehát nem csak a háború, akár a globális felmelegedés és az okozta dolgok. Úgyhogy nagyon, nagyon durva, én is próbálok a lehető legtöbb mindent megtenni annak érdekében, hogy úgy éljem az életemet, meg hogy jó példát mutassak a gyerekeimnek, de nem lehet abban élni, hogy folyamatosan félelmeink irányítsanak minket szerintem. Hát persze igen, oda kell figyelni, de... Mindig van amúgy valami, amitől éppen lehet félni, mert ugye vége lett a Covidnak, aztán jött ez, aztán úgy is lesz valami, úgyhogy amúgy tényleg teljesen igazuk, hogy nem lehet abban. Igazából a Covid óta ilyen mélyrepülés, nem? Hogy mindig van valami. Mindig. Igen, a Covid-ra se számított nyilván az emberiség, meg mi sem. De csak hogy mondjak két jó dolgot is februárból azért. Na. Armand és Fanni bejelentik a kapcsolatukat. Oh. Az is februárban volt. De is ilyen aranyos, hogy
Ó, meg mondok még egy jót, február 1-én megszülettek Rúzsa Magdi hármasikrei. Asztalú. Szóval azért voltak itt jó dolgok is februárban, nem csak a rossz. Na ki lenne? Hármasikrek lesz? Nem. Én azt nem tudom, hogy ez minden tiszteletem. Azért én imádkoztam, hogy ne legyenek ikrák, amikor mentünk mindig, hogy csak ne ikrák, az azért kemény. Bár igen, jó az ikrák. Biztos, biztos. De a három az már durva, hát hogy? De én nem is tudom, lehet tudni már, vagy még nem lehet tudni? Mindent tudom. Lehet tudni, majd privátban elmondom. Oké. De nem ikrák. Nem ikrák, nem. Azt elmondtam, hogy nem. Március. Március végén a családja jelentette be, hogy Bruce Willist az afázia nevű betegséggel diagnosztizálták. Az afázia azt jelenti, hogy a betegségben szenvedő személy nem képes kimondani azt, amit akar, illetve nem képes egy időben két dologra figyelni, vagy egyszerre két dolgot csinálni. Ennek okán Bruce Willis úgy döntött, hogy felhagy a karrierjével. Ezt a betegséget általában legtöbbször stroke után szokták kapni egyébként az emberek, és annak egy következménye, igen, itt Magyarországon például Kulka János az, ja. aki szintén ebben szenved, és talán Lang György is, de azt most nem tudom. Tehát, hogy van példa itthon is az ismert emberek körében arra, hogy van, aki ilyen betegségben szenved, de egyébként Kulka János például azóta már játszott filmekben, meg kisebb szerepeket elvállalt színpadon is, tehát, hogy nyilván ennek is különböző fokozatai és stációi vannak, miközben nem vagyok orvos, de igazából az érdekel engem ezzel kapcsolatban, hogy ti mit gondoltok, hogy milyen lehet egy ilyen ívű karriert egyszer csak befejezni, meg akkor is, hogyha egy betegség az oka, tehát nyilván nem az ő elsődleges döntése és választása volt ez sajnos, de hogy egyszer csak lehúzza a rólót. Aki anyuka, tehát azért hazaért dolgozik mellette, nem tudom, éppen van egy stresszesebb, nehezebb napja, akkor még jön egy betegség, akkor kicsi beteg még, akkor ráragasztja az anyukára, és akkor hazaér az ember, és már nincs energiád elmondani azt is. Így egy csomó minden van a fejedbe, kattogsz, éjszaka nem tudsz aludni. Hát én nem tudom, hogy ezt egyébként, hogy pszichiáter vagy orvosok hogy tudják kezelni, meg hogy a család is hogy tudja, tehát hogy nem tudom, milyen hatással van ez egyébként az ember családjára, hogy ez mennyire tudja összehozni, vagy szétszakítani a családot. Az édesapámnak az élettársa, akivel évtizedekig élt együtt, egyszer csak kvázi az ebédlő asztaltól lefordult a székről, és agyvérzést kapott. Mindenki azt hitte, hogy vége, mert súlyos agyvérzése lett, de hála jó Istennek, elkezdett felépülni. Ami annyit jelentett, hogy az egyik oldalára nem volt teljesen lebénulva, húzta maga után a lábát, láttad, hogy a karját nem tudja mozgatni, és a kommunikációja az nagyon komolyan sérült. Tehát csak ilyen nagyon, nagyon egyszerű dolgokat tudott mondani. És akkor én ezt végignéztem éveken keresztül, hogy a Valinál nála békésebb embert, szeretetteljesebb embert lámpással se nagyon lehet találni. És elindult az az életszakasza ezután, amikor mondani akart valamit, talán csak annyit, hogy jaj, de jó, hogy megint látlak, és nem jött ki íze, nem jöttek a szavak. De értetted, hogy mit szeretett volna? Érteni értettem, csak amit soha nem láttam a szemében, agresszivitást, olyan feszültséget, ami ebből az egyébként őrült módon pozitív emberből soha nem is gondoltam volna. Azt, hogy a legegyszerűbb dolgokat, az érzéseit, az érzelmeit a funkcióiban korlátozva van, miközben tökéletesen lehetett látni a szemén, hogy semmit nem változott. Tehát belül az működik, csak kifelé csak nem kifelé jelenik. De hát azért beszéljünk arról még egy pár szót, hogy Bruce Willis színészi és filmes karrierje, aminek hát most ugye úgy tűnik, hogy véget ért, azért elég fantasztikus volt. Mindenki tud mondani egy olyan meghatározó hát Bruce Willis filmet. Tehát, hogy hát a Shinglish és a Szenda a kedvenc sorozatom volt régen. Sybil Shepherddel, nem emlékeztek rá? Die Hard. Hát jó, Die Hard. De hát én gyerek voltam, és hát alig vártam, hogy legyen, és mindig elképzeltem, hogy én vagyok a Sybil Shepherd, és akkor besétál a Bruce Willis hozzánk. Hát és ha jól áll neki a halál? Úristen, atya világ. 2022. április.
2022. áprilisának végén a 63 éves Madonna szakított a barátjával, a nála 35 évvel fiatalabb amerikai táncossal. Az énekesnő és párja 3 évig voltak együtt, az ismerősei szerint jó viszonyban váltak el egymástól. Madonna a szakítás után belevetette magát a nyüzsgő társasági életbe. Milyen szépen van ez megfogalmazva. Az utolsó mondat, belevetette magát a nyüzsgő társasági. Hát elment bulizni, gondolom, éjjel és nappal. Botoxoltak. De járnál egy sokkal idősebb nővel? Hát sokkal. Madonna. Már bocsánat, fán, nagyon szeretlek. De hogy egy, mondjuk egy 20 évvel idősebb nővel el tudod képzelni, hogy beleszeres egy akár 20 évvel el tudom képzelni, de fúj, az... de nagy maflást kapsz ezért a mondatodért. El tudom képzelni, de megmondom őszintén, hogy az, hogy mondjuk a életemet leéljem vele, az nem biztos amúgy. Az, hogy most összejövök vele, de és miért együtt, nem? Nem tudom, mert nem tudom. Mert majd 40 évesen akkor ő 60 lesz? Hát nyilván ez attól függ, hogy majd beleszeretek, meg ugye a kettőnk közötti kapcsolat, hogy de így most nem tudnám elképzelni ezt, hogy egy tőlem 30 éves vagy most? Én 24. 24, mondjuk egy 40 éves nővel. Nem én, csak hogy mondjuk a hivatkozni legyen 45. Igen. Nem tudom amúgy elképzelni magamról, hogy vele leéljem az egész életet. Azért nem tudja most elkezdeni, mert annyira szerelmes, hogy... Köszönöm szépen, de, köszönöm szépen a segítséget. Ez életmentő volt ez a mondat. Köszönöm szépen a segítséget. Én is így gondolom, mert én se tudnék erre a kérdésre válaszolni, mert nem, hogy 20 évvel egy másik emberrel se tudom magamat elképzelni. Oké, de már például fiatalabb nálad. Igen. Jó, de... Jó, nem 20 évvel. Hát nem 20 évvel, de fiatalabb. De ez akkor különbség szerintem teljes mértékben oké, de mondjuk az a 20-30, az nem... Én azt gondolom, hogy ez a, tehát az, ahol a fiú, tehát a 35 év, tehát ott valami probléma vagy gyerekkorban lehetett, vagy esetleg tehát gondolkodásban. Én azt gondolom azért, mert ez egy olyan korkülönbség, itt nem tudhatjuk, hogy az ő fejében mi játszik. Oké, de nem egy 20 éves lány, meg egy 70 éves pasi. Nem ez a lényeg. Itt vegyétek figyelembe, hogy kikről van szó. Van egy fiú, aki szeretne a médiában szerepelni, és a Madonnával lehet egy. És szerinted azért voltak együtt 3 évig? Én szerintem igen. Jó, lehet. Hát 3 évig nem tudhatjuk. Most ez egy olyan dolog. Nem hallottál még ilyet? Na, ez egy csúnya dolog volt, mert ez egy olyan dolog, hogy most engem se ismer senki, és valaki véleményt formál rólam, úgyhogy nem is ismer. Most én is ezt teszem. De most hirtelen ez van bennem, hogy amúgy igen. De Madonna-nának aztán idén, 2022-ben hát elindult egyfajta álmok futása az Instagramon, elképesztő videókat és fotókat töltött föl magáról, és ugye 63 éves a hölgy, Madonna, Laci, te 60 múltál, 61 leszel. Hogy szeressen bele Madonna-t? Nem, hanem csak azt akarom kérdezni, hogy vannak dolgok, amiket szerinted mondjuk 60 éves kor fölött nem ildomos meg? Tenni, vagy nem illik, vagy nem szabad megtenni? Értékítéletet mond a Madonnáról, hogy 63 évesen, jaj, miket, mi posztol, meg milyen fotókat, meg kirakja a mellét, meg nem ciki tudom. Ciki a korom neki, de tényleg, tehát most megjött, és ennyi év után megtudtam, hogy ciki neki nem, a korom. Azt kérdezem, hogy vajon ciki. De mennyi vagy, bocsé, nem 61. Nem hiszem, én azt hittem 30. Hazudik. A barát! Várjál, megdobálom! Miért mondasz ilyeneket rá? Miért mondod? Úgy tűnt! Úgy feltanította már, hogy kell beállni, mi kezdve? Mint a Madonna. És mennyivel kevesebbet posztolsz? Mint a Madonna. Igen. És botok sincs benne. És nem is jár 35 éves táncos fiúval. Ez is igaz. Viszont kezdek hasonlítani a télapóhoz. Jaj. Na, de visszakanyarodod a nagy visszatapának jobban nézett itt ki. Én azt gondolom, hogy nincs olyan, hogy mit lehet, vagy nem, hanem mindenki úgy viselkedik, ahogy neki az oké. Hogy vagy azért, mert az esik jól, de amúgy lehet egyfajta, szerintem sokan azt gondolják, hogy már nem annyira tudja magára vonni a figyelmet esetleg a számaival, hogy megpróbál más eszközökhöz folyamodni, ez is benne lehet. De egyébként meg szerintem mindenki csinálja, ami neki oké. Persze itt is megosztik a vélemény, mert lehet, hogy valaki azt mondja, hogy na hát milyen példát mutat, de most 60 éveseknek példát kell mutatni? Én azt gondolom, hogy ezeknek a világsztároknak az életével mi nem tudunk azonosulni. Tehát, hogy ők, amiben ők élnek, amit nap mint nap kapnak, tehát amin azért Madonna is, ahogy végigment, amit élt,
amit átélt. Tehát én szerintem ő is néha így, tehát azt se tudja éppen, hogy hol él, vagy ki ő. Tehát én szerintem ő néha önmagával sincsen tisztában. Ez az én véleményem. Tehát egy ilyen reflektorfényben, ennyi követővel, tehát az tehát Madonna, tehát nincs olyan ember, aki ne ismerje a nevét, hogy Madonna. Május. 2022. május 6-án reggel meghalt Belki Krisztián. A kezdeti sajtóinformációkat a rendőrség hamar megerősítette és hozzátette, haláleset miatt tartottak szemlét, idegenkezűség nem merült fel, vagyis nem gyilkosság történt. Én még este ugye beszéltem vele, én voltam itt a műsorban, én akkor beszéltem erről itt veletek igazából először erről a dologról, és megmondom őszintén, pont Edinával itt beszélgettünk, ma is rám jött egy pánikroham. És ugye én nem nagyon szoktam erről beszélni, nem a médiában abszolút nem. Nem is nyilatkozom erről, és ez nem véletlen. De azért, tehát ez tényleg, amit én itt mondtam nektek, tehát ez egy feldolgozhatatlan. Tehát, hogy ma jutottam el arra a pontra, hogy felhívom a sírkövest, és azt gondoltam, hogy itt az ideje, készen állok rá. És amikor sétáltam befelé, beléptem a liftbe, és elkezdtem öklendezni, és rám jött egy ilyen pánikroham, elkezdtem fuldokolni, gyorsan felhívtam a testvéremet, hogy nyugtasson meg, és akkor így megnyugodtam, és akkor mondta, hogy majd vele együtt hívjam föl, tehát, hogy nem azért nem teszek meg dolgokat, mert nem akarom, vagy mert nincs jobb dolgom, hanem mert nem vagyok rá képes. És tehát, hogy ez egy olyan feldolgozhatatlan mai napig, mert megmondom nektek őszintén, hogy olyan személyiség volt. Tehát mindenki tudta a nevét. És ő egy olyan személyiség volt akár a médiában, akár a mi életünkben, hogy egy ilyen nagyon meghatározó, nagyon buzgó, és egyszerűen nem nagyon tudtad elképzelni, hogy ő nincs. És nekem a mai napig, én azért vagyok sokszor nagyon jól, mert nekem a mai napig azt gondolom sokszor, hogy itt van még közöttünk, és aztán egyszer csak szembesülök vele, hogy nem tudom fölhívni, hogy ő elment, és ez az, amiért én néha úgy jól tudom magam érezni, mert kicsit olyan, mintha csak külön lennénk, eltűnt volna, töltődik, mert azért volt az utóbbi időszakokban, amikor ő eltűnt a mi kis életünkből, és kicsit így begubózott, és én sokszor úgy fogom fel, és amikor szembesülök azzal, hogy nincs, és nem tudom megkérdezni tőle, hogy a kislányunkkal kapcsolatban hogy döntsek, akkor jönnek ezek, és most pont ma volt egyébként nekem egy ilyen pánikrohamom ezzel kapcsolatban, és hát számomra még sokszor ma is, tehát hogy így nem hiszem el, hogy megtörtént, és nem értem, hogy miért pont velünk történt ez. Vannak emberek, és nem lehet jobban megfogalmazni szerintem, akik nem szoktak meghalni. Ez a bizonyos május 6-ai reggel vagy délelőtt szerintem így beleégett a kollektív tudatunkba, mint ahogy sok-sok olyan horderejű esemény, ami korábban, amire mindenki emlékszik, hogy amikor megtudta és meghallotta a hírt, akkor éppen hol volt és mit csinált. Én azt gondolom, hogy és olyan furcsa most, mert hogy közvetlenül érintett vagy, ugye? De hogy ez, hogyha távolról nézzük, akkor mégiscsak egy ilyen esemény. Most nagy szavakat mondok, lehet, és majd lehet, hogy mindennek elhordanak engem is, de ez olyan, mint amikor belementek a repülőkarházi kertornyokba. Ugyanez 2001-ben én tudom, hogy hol tudtam meg láttam meg, hogy belemennek a repülők. Emlékszem, hogy idén, május 6-án én hol ültem, amikor a telefonomra az első push-üzenet megjött az első hírportáltól, és néztem, és egyszer az volt, tényleg nem hittem el. Azt hittem, írtam neked, őszintén nektek, én reggel úgy nem tudtam, hogy most nyilatkozzak, ne nyilatkozzak, és azt gondoltam, hogy ameddig nem nyilatkozok róla, addig ez nem történt meg. És azért húztam ezt a folyamatot, hogy ameddig én nem mondom ezt, hogy megtörtént, addig hát, ha nem történt meg ez az egész. És és ugye miután én lenyilatkoztam, utána tudatosult, ugye, de senki nem hitte el, mindenki kérdezte, hogy ez komoly, ez biztos, tehát ugye mindenki azt hitte, hogy ez csak egy átverés, úgymond. És... Igen, de még amúgy a mai napig is, amúgy, hogyha beszélünk róla, megmondom, még nem ismertem, de még én is úgy gondolok rá, mintha még amúgy élne, és nem tároltam el magam, hogy meghaltam úgy. És szerintem mindenki így van vele szinte Magyarországon, vagy nem tudom, én ezt így gondolom. Meg hát azért még egy dolgot ne felejtsünk el.
Berki Krisztián egy rendkívül sportos ember volt, tehát a hogy mondjam, egy egészséges férfi embernek láttuk mi, akik tévéképernyőn, interneten, stb. De ez még egy plusz elem ebbe, ami, mert egy ilyen nagyapó vizé, mint én, hát vigyék, jó, ez a rendje. De amikor egy életerős, egészséges férfi embert látsz, nagy izmokkal, akkor arról, várjunk már egy pillanatot. Igen, erre szokták mondani, hogy nem minden arany, ami fénylik. Tehát, hogy van egy testünk, amiben élünk, és lehet, hogy az jól néz ki, vagy az is lehet, hogy gyönyörű ez az alma, de ha beleharapsz, akkor keserű. Tehát, hogy szerintem nagyon fontos, hogy foglalkozzunk a testünkkel, az egészségünkkel, és ha valami jelez, hogy nincs rendben, akkor azzal igenis foglalkozni kell. Mert jeleznek az értékek, jelez a szervezetünk sportolás közben, és szerintem nagyon fontos, hogy sokan nem hiszük el, én is mondjuk, hogy elmegyek, és azt mondják, hogy jaj, beteg, jaj, de hogy vagyok beteg, nem foglalkozunk vele. És majd amikor már tényleg ott van, és látszik azt, hogy tényleg beteg vagy, vagy mondjuk egy rákos betegnél nem hiszi el, hogy nem foglalkozik vele, nincs tudatában, majd ha nem foglalkozik be, olyan, mintha nem lenne beteg. Aztán csak elkezd hullani a hajat. Tehát, hogy igenis foglalkozni kell a problémákkal. És szerintem sokszor az ember hajlamos arra, hogy a szőnyeg alá söpri, és hát a tipikus férfi, én nem vagyok beteg. Tehát, hogy én nekem nincs semmi bajom, nekem engem ne akarjál meggyógyítani, mert én rendben vagyok. Tehát én azt gondolom, hogy egy férfi betegnél meg aztán végképp nincs rosszabb, és nagyon sokan ugye nem is engedik, hogy úgymond segítsen neki, mert azt mondja, hogy majd ő megoldja. Persze, ha prüszkölök és fújom az orrom egész nap, akkor kész vagyok, akkor kifeküdtem. De ha ennél bármi komolyabb történik velem, annyira igazad van és egyetértek, akkor egyrészt azt nem is lehet látni, másrészt, ha tényleg kínlódok miatta, akkor inkább elbújok a sarokba, ne is kérdezzenek, nem beszélek, majd kijövök a sarokból. Egyébként olyan érdekes, mert ugye a Krisztiánnal én sokat dolgoztam annak idején együtt, hogy most például olyan mérges lettem rá. Most egyszer, ahogy így erről beszélgettünk, hogy nem mutatom, hogy szarul vagyok, nem akarok segítséget kérni, most egyszer hirtelen ez az érzés vágott így belém, hogy... Én nagyon sokat, te voltál ugye a főszerkesztő, én a szerkesztője voltam a Krisztiánnak még az édes életben. Mi nagyon sokat lehúztunk együtt, és nagyon sok vitánk volt, nagyon sokat veszekedtünk, mert hogy én ne legyek már erős nő, hát ő az erős férfi, tehát hogy ez az erőviszonyokon mindig, én meg azért ugye nem hagytam magam. És azért bosszantó, ahogy a Tomi is fogalmazott, mármint hogy azért bosszantja őt is, azt gondolom, mert a Krisztián alapvetően egy olyan hiú ember volt. Tehát, hogy ő aztán neki mindig tip-top volt a külseje, és hogy a fenében nem zavarja egy embert, hogyha valami más nincs rendben. Belül. Így utólag egyébként kiderült például, tehát, hogy volt mondjuk egy rossz véreredménye, amit még nekem sem mondott el, hogy az rossz volt. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy nem, hogy ugye azt, tehát kifelé ugye azt az erős látszatot, mert ő nagyon szeretett volna egy példakép lenni. És ugye nagyon sokaknak példakép is volt, tehát volt, aki tényleg magára tetováltatta az aláírását, és azért ugye ő is egy nagyon megosztó személyiség volt, és ő annyira szeretett volna jó ember lenni, annyira szerette volna, hogy az emberek őt jónak lássák, és őt is annyian bántották, és megmondom őszintén, egy kicsit én is átéltem azt, amit ő ott, mert egyszerűen az ember nem tudja elképzelni, és azt gondolja, hogy ő egy nagy gorilla, ő bármit elvisel, bántják az emberek. Ezt nem lehet elviselni. Tehát az ő lelke, ő egy nagyon lelkis ember volt. Az ő lelke már nem bírta el azt a sok bántást, amit kapott. Tehát annyi minden érte az utóbbi években, a jogosítvány, a politika, és mindenért csak bántották és támadták. És én emlékszem, volt, hogy kiálltam érte. És akkor meg engem bántottak, amiért kiállok a férjemért. Tehát, hogy ezt nem tudja elképzelni az ember, és én most egy kicsit úgy érzem, hogy megkaptam az ő szerepét, én kaptam ezt a, tehát minden rám, és én azt mondom, hogy hála az égnek, hogy én kaptam ezt a sok bántást, mert ezt nem lett volna olyan, aki mondjuk nem bírja ezt el. Mert én nekem egy nagyon erős, meghatározó gyerekkorom volt, két támogató szülővel. És szerintem ez nagyon-nagyon sokat számít. Tehát nekem van önbizalmam, és én is volt azért, amikor így megviseltek a médiának akkor a cikkezések, a főcímek, a
tehát az azért elég erős címek születtek meg cikkek, és nem álltam ki mindig az igazamért, viszont azt gondolom, hogy egy olyan erős családi hátterem volt, hogy nem roskadtam össze, és nem döglöttem ebbe bele. Ez nagyon fontos, amúgy tényleg a családi háttér, akár most ugye a Fanniról tudunk beszélni, akár az Ázsiáról, tehát nagyon sok negatívet kapott, hogy halljon meg ő is, a családja is, mindenki, és mivel a Fanninak nem volt egy olyan családi háttere, amiből erőt tudott volna meríteni, hanem tényleg én voltam mellette, tudom, miről beszélsz teljes mértékben, mert ő is ugyanúgy volt, hogy már nem akart kimozdulni otthonról, sírt a párnába, és hogy miért kapja ezt azért, mert ahogy viselkedik. Én is ugyanezt tudom mondani magamról, nekem is szerencsére egy olyan családi hátterem van, akit támogattak mindig, mindenbe bíztattak, és ezért így sokkal könnyebb elviselni egy ilyet, ha viszont nincs melletted egy olyan személy, akár a múltban vagy a jelenben, aki ezt támogatta, az akkor véget tényleg, és akkor a közönség ítél halálra sajnos. Biztos, hogy nagyon sokat fogunk még a Krisztiánról beszélgetni, mert úgy értem, hogy az országban és a közvéleményben, de egy gondolatot engedjetek meg, aztán lehet, hogy ez is furán hangzik, de... És én tudom, hogy ez a Krisztiánnak amúgy fontos. Hát, hogy ő valójában így most egyfajta legendává vált. Iszonyatosan magas áron, szóval félreértés ne essék, senkinek nem kell meghalni 40 éves korában, akár mit gondolunk róla, meg tök mindegy, tehát nem. De Berki Krisztián, én azt gondolom, hogy 2022. május 6-án legendává vált. Hát mindenkinek bevésődött a neve, én úgy gondolom. Tehát hogy ott igazából ezzel azt szokták mondani, hogy minden csoda 3 napig tart, de ez, tehát hogy ez nem egy csoda volt, hanem ugye ez egy tragédia, és ennek a tragédiának a hírét. Tehát, hogy még a mai napig nagyon sokan beszélnek, kérdeznek róla, és ez egy ilyen soha véget nem érős, de tény és való, hogy tényleg mindenki. És emlékszem, amikor a temetésen ott voltunk, és Klinzer Petivel, aki sokáig a szerkesztője volt, és az Über királyban meg akarták csinálni a halálát, a temetését, és nem engedtem annak idején, tehát én mondtam, hogy ezt felejtsék el. Akkor ott a temetőben ott álltunk, és mondtam, hogy ugye ez most csak egy, tehát hogy ez, tehát ott is az ember így, mivel nagyon sokat forgattunk, és voltunk kamerák előtt, úgy néha az ember ugye nem tudja, hogy most akkor forgatunk, nem forgatunk, néha ugye benne van ebbe a mókuskerékbe, és akkor így egyszer csak így majd kijön abból, és néha így elfelejtett, hogy éppen hol vagy. És akkor így mondtam Péternek, hogy mondom, olyan, mint a majd most minyáj, majd itt most elő fog jönni, és jön is. Ugye az ember így bízik, tehát hogy így vannak olyan gondolatai, ugye itt a tragédia kapcsán, hogy próbál, persze tudja, hogy mi a valóság, de így mindig próbál így valamiben egy kicsit kapaszkodni, hogy hátha. És tehát ez annyira érdekes volt, mert tisztán emlékszem, ültünk a rakparton, mentünk, és akkor temetés, és akkor halált. És így ültem, emlékszem, akkor pont egy másfél évvel korábban egyébként. És mondtam, hogy ezt ugye nem. És hát rá másfél évre pedig bekövetkezett. ...2022-ben Magyarországon is egyre többen ünnepelték a június 19-ére eső apák napját. Nekem igen. Pont június 19-én van a születésnapom, szóval... Akkor június nevezetessége még igen, egyébként még. Isten éltetés. Úgyhogy nem 19-én van az apák igen, napja? Igen, 19-én. Na, hát akkor engem mindenféleképpen ünnepelni fognak, hogyha a korszakban nem. Úgyhogy nekem ez pont egy olyan, ami... Ez a lényeg. De az a probléma, hogy többségében női társaságban tényleg, ez egy annyira semmit mondónak tűnő hír, pedig számomra ezt teszi szépé a június. Aha. Apukámat felköszöntöttem telefonon, de nálunk, én emlékszem, tisztán emlékszem, hogy mik voltak Krisztiánnak az ajándékai apák napján, tehát emlékszem, egyszer készítettünk egy ilyen fotós ágynemű húzatot neki, mert szeretett aludni, és akkor készítettünk egy ilyen kis fotós ágynemű húzatot. Ugye nem az idei, tavalyi évben pedig emlékszem, pont Sopronban voltunk, suli vége volt, és akkor, hát mit szeret még Krisztián? Enni szeret. És evőeszköz készletet kapott, és akkor abban volt, ugye nagyon szép ilyen belegravírozások voltak. Az idén pedig egy csodás videót osztottam meg, már a közös kislányunkkal, Emmával. Hát nekünk most idénre ez maradt, de megmondom őszintén, hogy én például így meg az előző témával egy kicsit kapcsolatban, én nagyon örülök egyébként, hogy ennyi minden emlékünk, ennyi videón készült,
ennyi videót készítettünk a YouTube csatornára, mert egy kicsit így, tényleg így mélyebben bennünk tud élni, mert szerintem hajlamosak vagyunk úgymond egy kicsit megfeledkezni, amikor nincsenek emlékeink, nincsenek fotóink, tehát annak idején, hogy valaki elhunyt, egy-egy fotón, vagy még fotón se volt meg, és akkor vagy akár csak egy-egy ruhadarabja. És most ez viszont... nem tépi fel jobban a sebeket? Hát, megmondom őszintén, valamikor igen, viszont valamikor nagyon jó érzés, hogy volt az, és úgy tudom végignézni, hogy ilyen jó érzéssel tölt el. Például ez a videó, amit pont apák napján megosztottam, és Emmával láttam, és láttam azt, és majd a kislányomnak meg tudom azt mutatni, hogy annyira cuki volt, hogy az apukája hogy szerette ő. Édesem. Talán kell hozzá nyilván egy csomó év, de majd biztos olyan vicces mondatok, vagy akár lesznek olyan fotók, amiket már majd nem könyv szökik a szemedbe, hanem csak nevetni fogsz, hogy egyébként milyen jó rá visszaemlékezni. Mert azért ő is egy vidám ember volt azért, meg nagyon vicces. Igen, és szerintem ez az, ami sokaknak hiányzik. Tehát, hogy ő olyanokat, és most egyébként pont nem olyan régen a TikTokon volt egy táncos videója, amit így fölkapott most a bulvár, és tehát tényleg olyan hülyességeket csinált, és ilyen marhaságokban volt benne, hogy tényleg ezeket így jó visszanézni, és ezt jó majd szerintem a gyerekeknek is visszanézni, tényleg, hogy egy ilyen kis vicces, bolondos apjuk volt, és hát azért a kislányomba folydogál erősen a vére. Július 22-ában az ország több pontján is megdőlt a melegrekord. Volt, ahol 41 fokot mértek. Később kiderült, ez volt a legmelegebb magyarországi nyár 1901 óta, vagyis amióta a meteorológusok rendszeres méréseket végeznek. A rekordmeleg komoly szárazságot a szájt is okozott. Ezt már ilyenkor decemberben azért el szoktuk felejteni. 2 évvel ezelőtt, amikor én elkezdtem egy picit jobban beleásnom, is picit, tehát valamint elkezdtem, és aztán olyan mélyre jutottam, így ezzel kapcsolatban a környezetvédelem és mi egysmás által. Tehát odáig jutottam, hogy én akkor volt az, hogy azt mondtam, hogy én nem olvasok semmit, mert... Megint csak a homokba dugom a fejem. Én depressziós lettem konkrétan a hírektől. Az, hogy elkezdtem egy picit tényleg így jobban mélységébe beleásni abba, hogy most mi is történik, hogy állunk, hogy lesz-e még, nem tudom, 10 év múlva elegendő víz, a népesedés csak egyre növekszik és növekszik. Tehát, hogy szerintem itt egyébként komoly problémák lesznek, ha nem mondhatom azt, hogy már vannak. Úgyhogy kemény egyébként a dolog. Én akkor egy picit így elhatároltam, és például annak hatására lettem vegetáriánus, amit 1 évig tartottam. Aztán igazából éreztem magamon azt, hogy nem feltétlenül jó ez a szervezetemnek, úgyhogy elkezdtem. Viszont minden mértékletesen próbálok egyébként ennek tekintetében megtenni. És akkor most jön az, hogy akkor erre a világra szülök gyereket, és ez, most megint csak azt tudom mondani, amit elmondtam már, hogy a kétségekben nagyon nehéz élni, meg lehet, hogy nem is szabad, meg mi van, ha? Tehát én régen beszélgettem nagyon sok barátnőmmel, akik teljes mértékben elhatárolódnak attól, hogy nekik gyermekük legyen, mert azt mondják, hogy mert mi lesz, hogyha 10 év múlva. Hát mi is tudunk azért sok mindent tenni azért, hogy lassítsuk a folyamatot. Igen. Én hiszem, hogy vannak ezen a világon olyan okos emberek, és győz az igazság, és meg fog mindenki menekülni, mint a nagy filmekben a Happy End, tudod, a végén, hogy valahol vasember, vagy hák, vagy bárki, hát tök mindegy, vagy legyen ez valami nagy hatalomnak a vezetője, hogy valaki megoldja ezt, vagy felnyitja az emberek szemét, és sikerül együtt összefogva drasztikus változást elérni annak érdekében, hogy a gyerekeink egy élhető világban legyenek boldogok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy meg fog oldódni, nagyon remélem, és mindig mindenhez tudunk alkalmazkodni, remélem, hogy ezekhez is, csak egy nyilván kell az összefogás, és amúgy engem hát az... Ez a fontos igazából, csak, hogy... Csak nem, ez a baj, csak... hogy nehéz olyan dolog ellen tenni, aminek igazából nem érzed úgy konkrétan, úgy, mint a háború, vagy mondjuk hát a Covid. Hát miért? Júliusban nem volt meleged? Én értem. Értem, nem. Egyébként, mert én nagyon szeretem a meleget. Nem igen. Érzed ennek a súlyosságát. Nincs az, hogy szomjazol, nincs az, hogy a vízben, hogy nem kapsz vizet a marketbe, vagy hogy nem folyik víz, amikor megnyitod, folyik a víz. Én azt gondolom, hogy egyébként ezzel kapcsolatban is simán összefoghatnának a világ nagyhatalmai, és azt mondani, hogy na most akkor hívjuk fel az embereknek a figyelmét, és hozzunk szankciókat. De tudom, de ez megint egy nehéz kérdés. De szerintem, gyerekek, szerintem mindaz, amit mondtok egyébként,
így úgy amúgy, de történik. De én a Mazsival értek egyet egyébként. Egészen addig mi emberek úgy működünk, hogy semmit nem veszünk komolyan, amíg pofán nem csap. Ráadásul egy olyan dolog, ami úgy tud nyomasztani, hogy mert mondjuk egy háború esetében azért bízhatunk benne, hogy egyszer annak vége lesz. Igen. Ugye egy pandémiánál most már tapasztalatból látjuk, hogy egyszer majd csendesedik, egyszer majd vége lesz, eltűnik ez a fránya vírus, vagy megszeridül. De hát ebben a kérdéskörben, hát a globális felmelegedésben, miben bízhat az ember? Ha egyszer eljutunk oda, hogy Sparhelyten ülünk, tehát, akkor onnan nem evickélünk rá, hogy majd biztos elviszi valaki. Én is ugyanezt csinálom. Nyilván bekapcsolom a légkondit otthon, és nyilván a hidegbe ülök. Én is, és de hogy nem fogom feláldozni a saját kényelmet most per pillanat azért, hogy majd 100 év múlva, így gondolok én, ami tök rossz, ami nagyon rossz, én ezt tudom. Csak szerintem ugyanígy van, hogy még rajta 100 évünk. Igen. Ugye ezt mondják. És okos ember rétegesen ülköztödik. Na, edinkát hallottuk. 2022. augusztusának végén derült ki, hogy Kulcsár Edina kisbabát vár új párjától, GBM-től. Innen is gratulálunk. Köszönöm. A terhességet nagyon korán be kellett jelenteniük, mert Edinának a Dancing with the Stars-ban kellett volna szerepelnie, de így vissza kellett mondani azt a helyére, Berki Mazsi került a táncos műsorba. Ez volt. Hogyha nem lett volna a Dancing with the Stars felkérés, akkor ez azt jelenti, hogy akkor később mondtátok volna el, hogy babát vársz? Igen, biztos, hogy később. Ugye nyilván a januári történések után, meg az, hogy mennyire a központban voltunk így a média tekintetében, én nagyon próbálok így óvatosan élni, vagy egy kicsit így magunknak mindent megtartani, és ez olyan, hát konkrétan, tehát most értsétek jól, megcsináltam a tesztet, és azonnal hívtam a TV2-t majdnem, hogy. Tehát, hogy annyira kötelességemnek éreztem a párommal szemben, hogy ő normálisan fel tudjon, így van, hogy normálisan fel tudjon készülni, plusz nyilván azzal szemben is, aki majd átveszi a helyemet, ugye, aki aztán Mazsi lett, hogy én ezt kötelességemnek éreztem. Úgyhogy nagyon-nagyon tudják hamar megtartani ezeket a titkokat. Tudod, hogy Janu, tehát nem mondjuk el senkinek, hogy összejöttünk, majd elmondják, nem mondjuk. Az élet felülírta. Nekem mindent felülír az élet. Meg hát ugye azért egy ilyen bejelentés, tehát hogy én is voltam állapotos, azért az ember általában megvárja a 3 hónapot, tehát tényleg amikor már biztosan megvan a vizsgálat, hogy egészséges a kisbaba, nem véletlenül, tehát úgymond babonásak is vagyunk, igen, és megvárjuk azt a bizonyos időszakot, hogy elteljen, és azért ez szerintem, tehát hogy ennek így kitenni, és sajnos ugye a tévé, mert egyébként én azt gondolom, hogy ezt meg lehetett volna diszkrétebben is oldani, tehát hogy nem feltétlen kellett volna, de hát azért tudjuk ilyenkor, van egy szerződésünk, aláírunk valamit, tehát ott azért így valamit elvárnak. Hát igen, csak tudom. Gyerekek, ez egy olyan élethelyzet, ami ott egy pillanat alatt az ember számol, el kell kezdenem kemény munkát végezni, hát erről te de tudod neked nem volt az, hogy mondjuk, hogy ne ezt kommunikáljátok, hanem más kommunikáljátok? Most nem azért, mert tehát nem az, hogy hazudjunk, de hogy valami esetleg, hogy ne kelljen ezt, de vagy nem tudom, mert mint anyaként bennem hatat, tehát én bennem egy olyan stressz lett volna, hogy ezt most el kell mondanom, és mi van, ha történik. Bennem nagyon sok mindent átbeszéltünk, ugye nyilván ott a felső vezetőkkel ültünk le, és nem nagyon lehetett más. Tehát mi is próbáltuk, sőt olyan is volt, hogy akkor nem kommunikáljuk le, és majd az első adásban, tánc közben, de a Márk azon nyilván mondta, hogy ezt senki ne várja el, úgyhogy sikerült igazából gyűlőre jutni, de ez volt igazából az arany középút. Ő semmiképp nem akarta, hogy te táncolj, miután ez kiderült. Nem, hát akkor nyilván számoltunk azzal, tehát hogy a már akkor látszódott volna a hasam, és hogy akkor majd ott élő adásban az első tánc után kiderül, és majd rózsaszín szívecskék hullanak az égből, és akkor ő majd ott bejön, miközben egy másik férfival táncolok, és majd, szóval, hogy az ő hagyományai közé, vagy hogy mondjam, az életében nagyon nem illett bele, úgyhogy ő azt nagyon szépen mondta, hogy nem szeret, és akkor úgy nagyon szépen meg is tudtuk beszélni, és akkor ez volt igazából a közös nevező, hogy akkor ezt így elmondjuk. Meg nem akartunk hazudni, tehát mit mondasz? Hogy eltörted a bokád, vagy nem tudom, és akkor sántikálja a gipszbe, tehát hogy ez megint az, hogy nem akartunk hazudni, nem akartunk, hanem akkor elmondtuk az igazat, nyilván kockázatos volt, az idő nem a rövidsége, hanem hogy nagyon pici volt ugye akkor még a magzat, mert akkor még az volt, úgyhogy
Hát rizikós volt, de hát muszáj volt valamit valamiért. Te hogy tudtad meg? Fölhívtak a tévétől? Én emlékszem pont, igen, hogy rendezvényen voltunk együtt Edinkával. Te mindenki és... ott vagy? Most mondd meg! És pont akkor hívtak, és emlékszem, hogy hát, hogy van a Dancing with the Stars, és úgy néz ki, hogy az egyik szereplő ugye távozik, és hát rád gondoltunk, és hát holnap be kéne jönni. Hát mondom, én holnap megyek a Balatonra, és jó, de hát akkor bemegyek. És gondolkodtam is, de örültem is, tehát, hogy nagyon sokáig vaciláltam, de örültem is neki, mert én tudtam, hogy ez egy olyan elfoglaltsággal jár, hogy nem kell gondolkodnom. És én május óta én minden napomat lekötöm. Tehát ezt úgy kell értenetek, hogy én reggel 7 órától este 10 óráig úton vagyok. Soha nem vagyok egyedül, mindig valakivel. Most már szoktam egyedül lenni, de az első pár hónapban folyamatosan próbáltam lekötni magam, és nagyon örültem ennek, mert tudtam, hogy ez sok tánccal jár, megjelenések vannak, fotózások vannak, tánc, és akkor, hogy nem azon jár az embernek az agya, amin éppen járna, hanem kicsit eltereli a gondolatait, úgyhogy engem felhívtak, mentem, és hát ilyen nagyon gyorsan történt minden, és igazából a Balatonra lejöttek hozzám, és ott kötöttem meg a szerződést. Figyelj, és most már, hogy túl vagyunk rajta, és ugye már látjuk, hogy ez mit okozott és mit hozott a te életedbe, pozitívat és negatívat is, mert ugye nagyon sokan megtaláltak és betaláltak ezzel kapcsolatban, hogy egy gyászidőszak közepén, vagy egy gyászidőszakban miért táncikálsz országvilág előtt. Na, szóval így, hogy most már túl vagyunk rajta, és egy hónapja már a műsor folyamnak is vége van. Hogyan értékeled, hogy jó döntés volt, vagy nem? Én megmondom őszintén, úgy érzem, hogy jó döntés volt. Egyrészt, hogyha táncra gondolok, én ahonnan elindultam, volt egy videó, amit feltöltöttem, az első tangó órám, és ha megnézzük azt, hogy az utolsó táncomnál én hogy táncoltam, hát tehát azt gondolom, hogy a fejlődést nézzük, én szerintem az egyik olyan táncos voltam, aki a legnagyobb fejlődésem ment keresztül, nem én voltam a legjobb, meg a legtehetségesebb, viszont hatalmas fejlődési folyamaton mentem keresztül. És ha még lett volna plusz egy hónapom, vagy egyébként nagyon sokan ugye már sokkal korábban tavasszal tudták, hogy szerepelnek a műsorban, azt gondolom sokkal több mindent ki tudtam volna hozni ebből az egészből. De azt gondolom, hogy ameddig eljutottam, én odáig bírtam. Tehát egy éves kislánnyal ezt végigcsinálni, tehát ez nagyon megterhelő volt. Tehát én nekem arra gondoltam, hogy amit kaptál érte. Tehát én nekem ez... Vagy a kommentelők, vagy a közönség egy részétől. Hát ugye ez nagyon megosztó volt, de ott, amit ott kaptam személyesen, és akik... Hát volt, aki sírva jött oda hozzám, képzeljétek el, vettek a műsor, hogy lehetett jegyeket vásárolni, és odajött, tehát két hölgy is volt, aki odajött, és sírva fakadt, és azt mondták, hogy Mazsi, köszönjük szépen, mert te tartod bennünk az erőt, és rengeteg ilyen üzenetet is kaptam, és én nem tudom elképzelni, de rengeteg édesanya írja, hogy úristen, hogy tudsz ilyen erős lenni, és annyira jó, és én néha nem érzem ezt, hogy bennem ez az erő van, de igenis tök sok, nagyon sok mindenkinek példaértékű az az út, amit én bejárok, hogy nem bezárkózom, és én azt gondolom, hogy senkit nem szabad elítélni azért, amit éppen csinál. Most engem nagyon sokan elítéltek azért, ahogy éppen gyászolok, vagy hogy én elutaztam Balira, és én ott próbáltam feldolgozni ezt a nehéz időszakot, és én így döntöttem, és én már nem csak magamat nézem, és magamért felelek, hanem a kislányomért. És a kislányomnak nem egy síró, egy fekete karikás szemű édesanyára van szüksége, hanem egy kiegyensúlyozott, céltudatos édesanyára. És néha én is sírok, és néha én is elgyengülök, viszont ilyenkor próbálom megjelezni magam, és akkor menni csak előre. És ettől a műsortól visszakaptam egy kicsit a nőiességemet. Nagyon jó érzés volt, hogy szombatonként kisminkeltek, szép ruhába voltam, és kicsit így tündököltem, és jól éreztem magam, és megmondom őszintén, sokszor gondolkodtam azon, hogy vajon egyébként, tehát hogy Krisztián, ő támogatott volna ebbe, és ő lett volna az első, aki azt mondta volna, hogy menjél. És miért nem mentem volna el, mikor igazából ezt az egészet úgymond neki köszönhetem, és én azt gondolom, hogyha ő itt lett volna, vagy onnan föntről is, de ő szerintem nagyon büszke volt, hogy ezt elvállaltam, és nem bezárkoztam a négy fal közé, és ott siránkoztam fél évig, vagy évig,
mert egy hónapot adtam csak magamnak igazából a gyász időszakra, és onnantól kezdve igazából én próbálok a jövőbe tekinteni, mert sajnos is, és nagyon kegyetlen az élet, de nem tudjuk megváltoztatni a sorsunkat, nem tudjuk megváltoztatni a múltat, és ezért a jövőre kell, hogy koncentráljunk, és én azt gondolom, hogy most 31 éves vagyok, a kislányom 1 éves, és azt gondolom, nagyon sok feladatom van még itt az életben. 2022. szeptember 8-án meghalt II. Erzsébet királynő. A 96 éves korában elhunyt II. Erzsébet összesen 70 évet és 214 napot uralkodott. Ezzel ő lett Nagy-Britannia leghosszabb ideig trónon ülő uralkodója. Bár szerintem nagyon nagy tisztelettel volt iránta a világ, vagy a világ nagy része, de és királynő, tehát ugye minden kislány azért jó helyszer nőnek. Milyen jól nézett ki egyébként még mindig. Szeretett, szeretne lenni, meg nem, de mégsem egy vágyott állás volt az övé. Vagy egy igen. Nem, aki szeretné lenni, tényleg, mondjuk cserélnél vele, mert sokakkal cserélne az ez ember. Ez tényleg egy az ő esetében ez kifejezetten, nem csak azért, mert mondta, hanem mert eszerint is élt ez az ember, egy szolgálat volt. Tehát ő elhatározta, amikor királynővé koronázták, hogy ő szolgálni fogja a nemzetét, a nemzeteket, akik a koronája alá tartoznak, és hogy ettől ő soha nem fog visszalépni, ezért sem mondott le a trónról, ezért az utolsó pillanatig. Hát két nappal a halálában, vagy igen, ugye előző nap, vagy két nappal előtte még nevezte ki az utolsó miniszterelnököt. De nem valójában neki ez nem is egy munka volt egy idő után, mert ez volt az élet. Igen. Tehát ez az életvitel. Hát ez a 96 éves ember életéből 70 éven keresztül ugyanabban az állásban van. Azt nyilatkozta, hogy minden nap megivott egy gin tonikot. És azért néz ki ilyen jól, azzal tartja magát fitten. Azért nem, ez nem így hangzott. Jó, de volt a magazinban ez így volt. A gin tonik benne volt, igen. A koronát nem nézitek a Netflixen? Várandósan egy gin tonikot, nem hiszem. Én elkezdtem nézni egyébként, abba maradt, de mert nagyon jó. Ugyanbár ugye az fikció, csak ugye minden nem mondják ki, meg nem úgy mondják, meg nem, de azért ott sok minden kiderül arról, hogy milyen lehet egyébként ez az élet. Tehát, hogy még hát, ugye le is vonod belőle a fikciós részek. Óriási felelősséggel jár, ez biztos. Borzalmas kíváncsi lennék rá egyébként, hogy mennyire volt autoriter a családjában, mennyire volt, tehát hogyan élte meg ezeket a fenteket és lenteket, Diana halálát. Mert hogy a valóságban, a valóságban, sok filmes feldolgozás a valóságban, de... tehát ugye Harry herceg kilépése kvázi a királyi családból a feleségével, egyik oldalról ez az állás, mert ő a királynő, tehát ő a matriarha, neki kell ezt vélem. Hát a másik oldalról meg mert a szeretett unokája, akinek a nagymamája. Neki nem volt más, tehát hogy ő szerintem születésétől kezdve arra volt felkészítve, hogy ő ebbe fog élni, és feltehetőleg ugye innen fog majd a mennyekbe emelkedni, tehát hogy én azt gondolom, hogy neki ez egy teljesen normál. Tehát ugyanúgy, mint nekünk, hogy felkelünk, elmegyünk, dolgozunk, gyerekek nevelünk, neki ez a kis ujjában volt. Ti emlékeztek rá, hogy mit csináltatok szeptember 8-án? Mert én igen. Itt voltunk. Igen, és emlékszem, hogy álltunk az öltözőbe, és mondtad, hogy nagyon rosszul van ez Erzsébet. Mondtam, bakker, ma van a szülinapom, nem halhat meg ma. A szülinapod volt pont, és mégis... nem halhat meg, ma nem lehet. Nem hívtalak este, amikor soha többet ezt neked elmondani, hogy most meg fog halni valaki, mert meghalt. Hát jó, de már akkor a hírek alapján tudni lehetett, hogy valószínűleg meg fog halni, vagy már meghalt, csak még nem jelentették be, és ugye aztán este jelentették csak be hivatalosan, amikor már innen hazaértünk, és akkor ott én szomorkodtam, mert én óriási második Erzsébet rajongó voltam egész életemben. Igen. Hosszú hónapok húzavonája után 2022. október végén Elon Musk, a világ leggazdagabb embere, hivatalosan is átvette a Twitter irányítását. Az üzletet 44 milliárd dollárért, ami átszámítva kb. Árfolyamon, 17.988 milliárd forint. Hát ez komoly költségvetési tétel, mondjuk még Magyarországon is, tehát 17.000 milliárd, majd 18.000 milliárd forint. Ti
nem vagytok, meg egyáltalán mi magyarok nem vagyunk rákattanva a Twitterre, de a social médián ti mind a ketten komoly befolyással bíró influencerek vagytok. Ez mit gondoltok erről, ennek alapján, erről az egészről? Picit máshonnan közelítem. Ma reggel, mikor szilveszteri sminket kértem a barátnőmtől, a sminkes barátnőmtől, pont valami hasonló, ezzel a Twitterrel kapcsolatosan beszéltünk, és ő mesélte, hogy most nem tudok nevet mondani, hogy kicsoda, de valami brutálisan nagy követő számmal rendelkező személy twittelt, ugye azt úgy mondják, hogy posztolt valamit, ami azért erősen rasszizmus jellegű dologra utalt, és állítólag abban mutatkozik meg, hogy ugye át lett véve ennek az egésznek a vezetése, hogy pillanatokon belül, vagy most nem tudom mennyi időn belül, a fiókot törölték. Tehát nem úgy történt, hogy egy picit leállították, hogy ennyi, ne csinálják, hanem letörölték egész egyszerűen. És én egyébként azt gondolom, hogy ez egy tök jó kezdeményezés, mert nagyon más világot élünk. Tehát én értem én, mert mindenki arra, főleg itt a kommentelők többsége, akik azért szeretik. Tehát én azt gondolom, hogy el lehet mondani a vélemény, csak nem mindegy, hogy milyen formában adunk ennek hangot. És szerintem tök jó dolog, hogy ezek egyébként így törlésre kerülnek, mert ezzel is példát lehet mutatni, hogy bizony egy olyan világot élünk, ahol muszáj elfogadni a másikat. Tehát lehet normális keretek között véleményt alkotni, mert én értem, hogy mindenkinek el lehet mondani, hogy mit gondol az adott dologról, de nem mindegy, hogy mondja azt el. Kanye West volt ez a poszt. És igen? És úgy volt amúgy, hogy ő már előtte is rasszista megnyilvánulásak írt ki Twitterre, viszont akkor letörölték. És ugye most, hogy megvette Elon Musk, ő visszaengedte a Kanye Westet a Twitterre, és utána, volt. Igen, aha. Most azzal kezdte az egészet, ahogy megköszönje, hogy visszavettek, visszaengedték, hogy ő kijelentette, hogy ő náci a Twitteren. És ezért volt az, hogy akkor letörölték őt teljes mértékben, mert így volt, már egyszer megtörtént. Ebben az esetben, mivel hogy a konkrét példa nem jött, itt van egy konkrét példa. Igen. Ha teljesen nyilvánvaló, akkor nincs kérdés. Csak szerintem annyira árnyalt lett a világ. Annyira hétköznapivá váltak dolgok, amik régen kiverték volna a biztosítékot, ma meg már természetes, hogy lehet ezt, hol a vonal, hol a határvonal, hogy mit lehet, mit nem? Szerintem nincs. Szerintem sincs, az mindenkinél más, én úgy gondolom. És valakinél, nekem inkább az a meglátásom, és amit én észreveszek sokszor, hogy vannak emberek, akik kiírnak valamit, hogy innentől kezdve ezt nem fogják csinálni. És egy hónap eltelik, és mintha elfelejtették volna, és ugyanúgy csinálják. Nekem ez egy kicsit, hogy ő azt mondja, hogy itt a határa, innentől kezdve ő nem beszél mondjuk a párkapcsolatáról, nem mutatja a családját, és egy hónapra ott van a családja, és még megmutatja a gyermekének az arcát is. Igen. És változhat ebbe, csak akkor beszéljünk róla, tehát ne felejtsük el, hogy én azt gondolom, hogy mit mondtunk. Én is sok minden, én azt gondolom, hogy sok mindenben hibáztam, de például én figyelek arra, hogy ne tegyek egy olyan kijelentést, amit utána később nem tartok. Tehát, hogy volt olyan... ha nem tartod, akkor elmagyarázod, hogy miért gondolom másképpen, igen. És azt gondolom, hogy saját magunknak szabjuk ezeket a határokat, hogy mit engedünk és mit nem. A Palikék világa YouTube csatorna, ahol most ez a videó is megy, és alatta pöröghetnek a kommentek, van persze moderálás, de hogyha ez nem Palikék világa csatorna lenne, hanem Wagner Tomi csatorna, akkor én nagyon sok kommentet nagyon boldogan törölnék, és tiltanám le, akik ezeket írják. Igen, de ugye a mi beszélni. Egyességünk az kicsit másról szól, igen. Főleg a Laci hatására egy picit ezt szabadabban kezeljük. Van, én amit nem lehet még. Nyilván, tehát van nálunk is egy vonal, egy határ, ami alatt vagy fölött, hogy mondjam, nem lehet. De mondjuk én például sokkal szigorúbb lennék. Tehát én nem vagyok arra kíváncsi, hogy XY azt írja, hogy nem tudom, ronda vagyok, vagy hülye vagyok. Vagy ne írja, hogy az Edinkának nem tudom, milyen feje van. Ne írja, pár, én törölném a legszívesebben. De nekem meg akkor az egy... A Laci meg nem. Tehát máshol vannak a határok, és ezt elmenekülnél. És hogy én meg úgy vagyok vele, hogy
például nekünk volt egy összeveszésünk akár a Fannival, ugye pont az Ázsiással kapcsolatban, hogy amikor az én képeim alá posztolt, vagy írtak valami negatívat, és mondtam, hogy miért nem törlöm ki, és mondtam, hogy belőlem írhatják a negatív, engem nem zavar egyáltalán, mert most, hogyha ő azt gondolja, akkor írja ki, lássák az emberek, hogy igen, vannak, akik ezt gondolják. Jó, nyilván, ami olyan brutálisan negatív volt, azt kitörlöm. De jó, de mi volt például ez? Mi az, amit ott hagytál, ami nem zavart? Hát az, hogy mondjuk, hogy milyen ocsmányul nézek ki, és hogy ugyanez, hogy minek, egyáltalán minek indulok el egy ilyen játékba. Szerintem egyébként az a különbség a Palik világa című sorozattól, vagy abban, meg mondjuk a, igen, meg mondjuk a te, vagy az én, vagy a te oldalattól, hogy ez egy személyes dolog. Viszont amit ti csináltok, az nyilván a nagyvilágnak csináljátok, hogy, tehát, hogy meghívtok embereket, beszélgetek. Nem. Neked sokkal több követőd van, mint nekünk bármikor de az, lesz. De itt nem a követőről van szó, szóval, hanem az, hogy hagyod az embereket, hogy véleményt formáljanak, mert adott esetben nem csak rólad vagy rólad, hanem az adott vendégről igen. is véleményt formálnak, igen. és hogyha nem engeded, akkor nem fognak nézni, mert nem mondhatom el a véleményt, akkor miért csinálod ezt a sorozatot? Elmondhatja mindenki a véleményét, csak szerint nem mindegy, én egy hogy picit hol. Így, én is ezt gondolom, tehát én amúgy hogy... egyetértek veled, most is Én hittel hiszem, nem kell, hogy egyetértsünk, mint ahogy ebben mi ketten nem is értünk egyet. Nem is kell. Dik. Hogy aki kimegy a napra, az kérem nem lepődik meg, ha lebarnul. Mert a napozás következménye, hogyha kinek ki milyen a bőre, de igen. amennyit ki igen, vagy. Igen, ezt a példát nem így szokták úgy mondani van. Igazából. Nem így szokták mondani, de Na, becsukatod a szád, ez az. Tehát, semmi különbség a Palikék világa YouTube csatorna, vagy a te Instagram csatornád között. Mert ebből a szempontból mi azonosak vagyunk mindannyian. Kimentünk a napra. Ha nem megyek ki a napra, akkor nem mondhatják azt, hogy nézd azt a vénséges barna dögöt. De kimentem a napra, lebarnultam, és ezzel én adtam egy lehetőséget, mert ott van a gomb, hogy komment, hogy ezt véleményezze. Ott teljes egyetértés van köztünk, hogy hát azt moderáljuk, hogy a halálát ne kívánjuk valakinek, úszító mondatok, 2022-ben ne dicsekedjen azzal kényveszt, hogy náci. Hogy náci. Tehát vannak, ezek nyilvánvaló dolgok. De az internet megérkezésével mindenki, aki közölni akar, mindenki, akiben valamifajta szereplés iránti vonzalom van, azt megteheti. Én mindig azt szoktam mondani erre, hogy aki amit leír, igazából az önmagát vetíti ki arra. Most, hogyha valaki egy gyűlölköző kommentet ír le, akkor azt látjuk, hogy az egy olyan ember, aki igazából ez for benne folyamatosan. De aki ugyanazt leírja, csak teljesen normális körülmények között, azt látod, mert mondjuk én is, hogyha valamiről egy rossz dolgot gondolok, bár amúgy nem szoktam kommentálni, de mondjuk akkor leírnám, hogy ez nem annyira tetszik, és hogy én szerintem ez. De én akkor nagyon boldog vagyok, félreértés ne essék. Tehát, hogy nem az a bajom, hogyha rossz kritikát írnak, vagy valami nem a tetszik, stílus. Hanem a stílust. Hogyha valaki kulturáltan leírja, hogy neki mi nem tetszett, mivel nem értett egyet, kiről mit gondol, én azt boldogan olvasom, komolyan. Persze, csak ilyenkor én, hogyha valaki gyűlölközően meg nagyon csúnyán ír, akkor inkább nevetek rajta, mert én akkor az ő nyomorát látom abba, amit leírt. Hogy egy normális ember, és ezt már elmondtam. Az őt minősíti igazából. Ha végigszámolod, hogy mennyi a negatívumok száma, akkor az esetek nagy részében a pozitívumon így átszaladsz. Amikor valaki azt írja, hogy na, hát milyen az ezüst színű Jackie rajtad, mó? Akkor úgy elincsörög, és elkezdi nézni, miért izelgeti az én ezüst színű Jackie. És akkor szoktam figyelmeztetni magunkat, hogy de várjál, hát az előző 18 pozitív kommentben, de jól néz ki a fehér pulcsi. Arra miért nem reagáltál? Arra miért nem állok meg? Az miért természetes? Igen. Miért csak a negatív? Einsteinnek volt egy ilyen ideje, amit felírt, ugye, hogy 1-től 10-ig felírta, és akkor kihagyta a 7-est. És akkor azon volt ki, hogy az egész osztálya mondta, hogy de hát tanár úr kihagyta a 7-est, és akkor mondta, hogy miért nem azt veszitek észre, hogy 1-től 6-ig, meg utána 8-tól 9-ig helyesen írtam föl, miért azt a egy hibát veszitek észre, ugye? Igen. Jól működünk.
ebben a hónapban kezdődött el a foci VB. Én azt a foci VB itt kezdődött el. A világon először télen kezdődött el a foci VB. Tessék, először oltán. Most volt ez az első ilyen. Jó, igen, igen. Ezt csak úgy mondjam, hogy szerintem ez egy nagyon fontos hír, hogy olyan szinten nem érünk sohasem a foci VB. De és most mivel én nem vagyok egy ilyen nagy foci őrült. Hát sosem indult télen. Értem, és ez annyival másabb érzés most nektek foci rajongóknak? Igazából rosszabb. Ugye megvan a nyári flash, az, hogy kiültök haverokkal, ja, jó flash, és meg mindenki otthon ül a... De nyáron olyan meleg van már, de, nem? Nem, úgyhogy ugye, és ez a VB olyan szintű összegekre, ugye, mert ugye Katarba rendezték, igen, ahol ugye számít a pénz. Ebből óriási botrány is volt, ugye ez, ugye Katari. A második most az első, az mondjuk az első ugye ez a Katari VB 200 billió dollárból épült, meg a második, az mondjuk a brazil, az meg 15 billióból. Úgyhogy olyan szintű pénz... Na mindegy. Ez november. Csak gondoltam ezt ide. 2022. november. Jaj. 2022. novemberében három nagyszabású hazai tévéműsor is győztest hirdetett. A TV2-n az Ázsia Express másfél hónapos küzdelméből Nem az a lány és Mó kerültek ki győztesen. Köszönjük szépen. Az RTL Klubban az X-Faktor 2022-es győztese By Alex mentoráltja Sólyom Berni lett. A Dancing with the Stars versenyét pedig Csobot Adél és Hegyesi Berci nyerte meg. Egyrészt, milyen volt ellenük versenyezni? Te ott voltál. Te meg majdnem. Te meg közben máshol voltál. Hát igazából nagyon jó érzés volt, én megmondom őszintén, én nem gondoltam magam annyira rossznak, mint amennyire rossznak mondjuk a zsűri lefestett, vagy lepontozott. Tehát nagyon érdekes, hogy így, meg táncosok, illetve én nagyon sokszor ilyenkor a partneremre hagyatkoztam, Ferire, mert nekem ő volt a mérvadó ebben, illetve ő táncos, neki nagyon sok táncos ismerős, a táncos barátja volt, és én onnan indultam ki, hogy ebből a robot mozgásomból mit sikerült összerakni. És én megmondom nektek őszintén, én maximálisan elégedett voltam magammal. Nem, tök ügyes voltam. Viszont mikor megláttam az Adét táncolni, akkor így hújhú, valami rossz versenybe jöttem. De amúgy az Adélre visszakanyarodva, tehát, hogy ugye én még ott voltam, amikor a ilyen tévészpotokat vettünk fel, és ugye csináltuk, és de még azt megelőzően is, tehát, hogy én az Adélre ránéztem, és én tudtam, tehát, hogy én is táncoltam egyébként régen, elég sokat, és tudtam, hogy én is, hogyha esetleg majd odáig eljutok, hogy a táncparket, tehát én is tudtam, hogy például én mások képes feltehetőleg kimagaslóan fogok mondjuk teljesíteni, és az Adélról is ugyanezt mondtam. Tehát, hogy én, amikor még abban a hitben voltam, hogy táncolni fogok, én tudtam, hogy nekem az Adél lesz a legnagyobb ellenfelem ebben. Tehát, hogy régről, hogyha visszanézzük, amikor mondjuk ugye X-faktorban volt, tehát akkor is ott annyira látszik minden egyes apró mozdulatán, hogy mennyire muzikális, hogy mennyire benne van a vérében a tánc, hogy nekem egyébként nem volt meglepetés az ő. Színésznő is, ugye. Tehát, Nagyon benne van mindenében. Aki ugye itt nagyon sok sportoló volt. Most én éppen nem, nekem a sporteredményeimet ugye nem említettük a Dancing with the Stars-ba, de én is 3 éves korom óta sportolok, kötöttek az izmaim. Tehát, hogy nekem nincs ez a jó, finom... Boxolsz, viszont ez a, azt látom. Igen, tehát nekem nincs ez a finom, lágy mozgásom. Tehát én ilyen határozott, ilyen keményebben. Tehát oda nyúlok, én nem így nyúlok oda, hanem én megfogom és elveszem. Tehát, hogy, és ez nagyon nehéz volt. Tehát, hogy ugyanúgy, mint a Rékánál is. Tehát nagyon nehéz abból a megszokott mozgáskultúrából kizökkentened magad. És ha nincsen előzménye, tehát nincs sportmúltad, csak úgy sétálsz az utcán, szerintem sokkal könnyebb egy olyan embernek megtanulni táncolni, mint mondjuk egy olyannak, akinek ugye van egy kötött izomzata. Úgyhogy... Te karatésztál sok évet. Igen. Akkor igen. Én és abban mondtál, te Európa bajnokságon igen. Lenszik, mint a Starsba egyszer eljutni, hogyha úgy alakul. És szeretnél eljutni? Aha, hogyha egyszer, és pont ezért ugye... A fiúknak könnyebb egyébként. Jó, de ő jéghokizott. Jó, megint. Jégkorom. Hát a Krisztián ott volt a döntőben. De várjál, és a Fanni mit szólna? Mit szólna? Örülne, nézne, igen? Kíváncsian várná, hogy mit csinálok. Lassan lehúzod a második oldalát. Letegyünk olyan keresztkérdéseket, hogy szíves. Lehet, hogy töltitek a szíveszter, ha így halad magam el. Mit szólt a
az, hogy nyertetek, mert ugye itt arra is szó volt. Hát az Ázsiáról, igen. Az ő teljes, ő nem tudta kezelni azt a... Nem? A, nem, nem, ő tényleg, ő, ugye ő nem, amit pont amit mondtál, ő nem sportolt világéletében soha, és nem tudta hova tenni, hogy kezelni. Hát amikor futottunk be a vörös szőnyegen, akkor azt mondta, hogy ide fogok állni, bármikor. És akkor tudod, mondtam neki, mondom, jó, csak ne a vörös szőnyegen, ne rontjuk el azt az, hogy végig futunk a jövőn. És neki ez volt az első igazán nagy élmény, amit megnyert az élete során, és akkor ez nagyon szomorú volt, mikor ugye előzően kiestünk, mert nem tudom, hogy így... Igen, ott kiestetek, és utána ott jött hirtelen egy betegség. Igen, ugye mi kiestünk a döntő előtt egy nappal, ugye nem jutottunk be a döntőbe, de úgy estünk ki, ezt hozzáteszem, úgyhogy nem jogtalanul jutottunk be a döntőbe, hogy a legjobb napot zártunk, mert az volt, hogy le kellett adni borítékokat, és akinél a legkevesebb boríték volt, mindegy, a borítékban az volt, hogy menj haza, és nálunk egy boríték maradt, pont az, hogy menjetek haza, a többieknél meg négy, meg öt. Nem. Na mindegy, igen. És akkor ott nem is éreztük jogosnak, hogy ez miért, meg tehát hogyan. Tehát ezért a szerencsefaktor is közöltetek. Igen, igen. Szerencse, és akkor de az Ázsiában sok szerencsefaktor igen, van igen, egyébként. Teljes mértékben, csak úgy voltunk valahogy, hogy miért a döntő előtt hoznak egy igen. ilyet. Na mindegy, ott nem éreztük, ott nagyon sírt a Fanni, mert azt hitte, hogy ezt meg fogja nyerni, meg ilyesmi, amikor visszahívtak, mert szegény Csekka lebetegedett, epegyulladást kapott este, és akkor úgy hívtak minket vissza az utolsó napra ugye a döntőre, és akkor így sikerült, hogy még nagyobb volt az öröm, hogy megnyertük. Ez úgy, jó érzés egyébként, nem hiszem, az Adél is ugye utána mondta, hogy ő még soha nem nyert semmit, és annyira boldog volt, és én itt ugye ott volt a Bence is, és ezt a tesó mondta, és remélem nem haragszik meg, hogy elmondom, sem az Adél, sem a Bence, de ahogy ők ott ketten, ahogy a Bence próbálta magát, próbálta arra koncentrálni, hogy az Adél észrevegye, mert ugye ott szorított neki, és az a annyira azt mondta tesóm, hogy megkönnyezte, hogy annyira csodálatosak voltak ott ketten, ők pedig nem egymás mellett álltak távol, hogy ott, hogy a két ember igazából, ők így egyé váltak, pedig nem is voltak ott együtt, és annyira örültek egymás örömének, és én az Adél, én nagyon szerettem egyébként az Adélt egy ilyen, nagyon sokan őt is egyébként, pedig nem tudsz rá rosszat mondani, de ő is annyi negatívot kapott, persze. Olyan sokat, pedig én nagyon szerettem, és mondta, hogy ő még soha nem nyert semmit, és ő is megmutatott az életéből szegleteket, és ugye az ember mindig valamiért belerúgik, és szerintem tök annyira jó érzés volt neki, és ott láttam, hogy most először az életében nyert valamit, és ez annyira fantasztikusan jó érzés volt, és szerintem nálatok hát, is igen, ez lehetett, hogy olyan jó érzés, amikor úgy tényleg teszel valamiért, beleadsz, és tényleg tök jó érzés azért. Igen. Azért jó érzés, hogy néha nyerni. Az biztos, hogy tényleg. A nyerés az életben az egyik legszebb. Na de és mire költitek a nyereményt? Hát ő most elköltöztünk per pillanat. Azt hittem azt mondja, már el is költöttük. Nem tudom, hogy hát most elköltözök. Így a műsor után. Nem tudjuk, hogy minél. Fanni az szeretne csinálni egy saját parfümmárkát. Mert ő ilyen teljesen ilyen illatorientált, mindenki meg megérzi. Te meg új autó, ugye? Új autó, aztán nem tudom, majd ahogy éppen alakul, nem pörgünk rá annyira. Hát nagyon, és akkor tánctan folyam, mert hogy szeretnél a dancingben. Hát, hogyha úgy alakul, igen, persze, aztán már most elkezdem, maximum majd csalódásra. Ugye az nem titok, hogy ezt a műsort előbb rögzítjük, mint ahogy adásba kerül. Előttünk van még a szilveszter. December hónap kérdése. Hol szilvesztereztek? Én otthon. No. Otthon a gyerekekkel. Hát mi? Hát a szerelmem ugye egy elég híres ember, aki mindig megy. Ha kezdni dolgozni? Megy dolgozni, egy live koncerttel készül. Hát ha jól emlékszem, Szlovákiába, úgyhogy most ez neki egy elég nagy szabású dolog, úgyhogy gőzerővel készül rá. Nagyon várja, és hát szerintem a család egyes tagjai ugye itthon lesznek, mert karácsonyra, mert nagyon sokan Németországban hazajönnek, úgyhogy szerintem el fogják őt kísérni. Én meg hát nyilván mindenki azért felnőttek közül megy ide-oda, bulizik, házi buli, ez az, én meg anyukaként a legboldogabban egyébként otthon maradok a gyermekeimmel. Múltkor egyébként Medivel sörpongoztam, természetesen nem sörrel, hanem gyerekpesgővel, és figyeljetek, hogy mindenkit lepipált a gyerek, de úgy, hogy Nina is éjjel kijött, hogy ő még fent van, mert kirúgtunk egy picit a hámba, úgyhogy ilyen nem, egy kicsit tovább fennmaradhattak. Nina megérkezett 2 évesen, így fogta és bedobta. Halljátok, én nem hittem el, szóval, hogy szerintem ez lesz nálunk most.
Ez lesz most nálunk szerintem a toppon szilveszterkor, úgyhogy nyilván anyukaként nem. Márk egyébként sem szeret, ugye régen sokat lehetett arról hallani, hogy megyek vele, mert addig is együtt voltunk, de nyilván amikor kiderült, hogy babát várok, azóta nem szeretné, hogy menjek, mert azért megy néha ugye éjjeli klubokba, ott meglöknek valami, szóval, hogy azért ezeket kizárjuk, én otthon maradok, meg hát pihenek, úgyhogy én gyerekekkel leszek otthon. Nem tudom, ti mit csináltok, de sok szeretettel várok, ha esetleg te is hasonló cipőben járnak. Én átadom a szót, mert én egyelőre még nem tudom egyébként. Én sem tudom, nekünk ez mindig ilyen utolsó pillanatos, mindig eltervezzük a haverokkal, ugye, hogy akkor majd kibérelünk egy házat, és akkor ott, de hát ez ilyen december 29-ig eszünkbe se jut nagyjából. Ott akkor jön valami, úgyhogy mindig, hát szerintem amúgy lehet, mi is ilyen otthoni ülősök leszünk. Kértek kölcsön gyereket? Én megmondom őszintén, egyébként szerettem volna, tehát mi az előző, én az előző, csak tavaly itthon voltunk, viszont az azt megelőző éveket mindig külföldön voltunk, és én megmondom őszintén, én karácsony után közvetlen szerettem volna elutazni, ez most valamiért így nem jött össze, úgyhogy valószínűleg most itthon leszünk, de még fogalmam sincs, tehát valószínűleg így barátokkal. Most kaptam meghívást. Valamerre. Most kaptam meghívást. Nem tetszett meg, gyere, kikerüli azt. Jó, hát ő még nem. Más. Én ősanyám mellettem, ennyi. Ennyi. Én ilyenkor jó, szerintem így babásokkal egyébként, valószínűleg egy-két, tehát lesznek, vannak babások, gyerekesek így a társaságban, és akkor így a babákat szerintem majd egybe rakjuk egy szobába, lefektetjük őket. És akkor egy kis házi buli. Csak halkan. És ti? Én évek óta otthon ünneplem a szívet. Na, hát akkor most ki kell mozdulni. Nem szeretem a szívet. Egyébként régebben még meghívott az Ördög Nóri mindig, kétszer egyébként az előszilveszteri buliukba. Míg derül az december 30-án volt, és ezért rendszerint én olyan másnapos voltam 31-én, hogy boldog voltam, hogyha egyáltalán az éjfelet még valahogy kibírom. Ez olyan, mint az én szülinapom. December 23 szülinap. Hát csinálj, egyél meg, főzzél meg mindent 24-én, de ilyen természetesen most már nem lesz. De ez azt jelenti, hogy amúgy ők nem is szilvesztereznek, csak tartanak egy előszilvesztert, és akkor, mert én nekem van ilyen barátom amúgy, aki... Azt nem tudom, hogy ők szilvesztereznek, de hagyományosan december 30-án szoktak tartani egy bulit. Ez csak a 31 az after. A 31 az after, igen. Én szerintem megint a családdal leszek. Tavaly is velük voltam, az nem volt olyan rossz, bár egyedül ittam, senki nem ivott velem. Akkor hozták, ne gyere, mert megint nem iszom. A mazsiknek is engem nem. Nem tudom, lehet. Ne. Én nekem szoktam azért. A szilveszter az nekem ugyanolyan, mint a többi buli. Lóghatunk egy szilveszter, ha akarsz. Te sem mit csinálsz? Hogy én? Igen. Egy családdal leszek, aki hajlandó még velem lenni, mert mondjuk például ugye, a lányom az már megint valószínűleg, mert ő már 33, tehát ő már a visszatér. Amikor már hajlandó. Igen, de hát ugye 14-17 a két fiú, aha, tehát ott az necces. Próbáld őket megkérni, hogy maradjanak otthon. Majd még beindítjuk a fűzőcskét de minden oldalról, de család. Vannak? Újévi fogadalmak? Újévi fogadalmak nekem soha nincs. Én mindig lefagyok, minden évben lefagyok. Ezt most megbeszéltük, igen, megfogadjuk, hogy jövőre lefagyunk, és akkor És aztán végül de akkor nekem, nem tartjuk nekem ilyenkor mindig az a kérdésem mindegyikhez, meg mindenki máshoz is, amikor na jó, szilveszter után, mi a különbség? Miért nem most? Mert ez a szokás, hogy akkor ott megfogadunk valamit, meg mi. Én halálra eszem magam lencsével, hogy több pénzem legyen. Tudod, ott jönnek ezek a kopfonok, amit amúgy nem érzel. Globális felmegézi, hogy puff, szilveszter van, új év. De fogadtál meg valamit új évkor? Még nincs új év, úgyhogy de akkor, nem. Az előtt, jaj, de amit megfogadtál, azt betartottad? Egyébként igen. És mi volt ez? Hát ezt nem mondtad, de ne viccelj, azt se akart elmondani senkinek, hogy összejöttek, el kellett. Azt se akarták elmondani, hogy babájuk lesz, el kellett. Na, akkor mondd el. Én azt fogadtam meg szerintem tavaly, hogy teszek azért, hogy egy boldogabb életem legyen, és hogy sokkal, sokkal inkább és jobban jelen leszek a gyerekeim mellett. És az a kettő így egybe van egyébként, úgyhogy így maximálisan. De ezt nem is valósítottad, abszolút. Igen. Te megfogadsz valamit? Dehogy fogadom. Ne kérdezzem. Ez a lencsét legyen. Lencsét legyen, legyen pénzügy. Vagy mindegy? Várjál, most épp megfulladok. Várjál, azt hiszem, hogy megfogadja, hogy jövőre nem fullad meg, várjál.
Jól vagy? Uh-huh. Igen, igen. Mi lesz nekem? Újévi fogadalmad lesz? Szerintem nem. Én megmondom őszintén, én hálát adok ennek az évnek, hogy túléltem, és bízva egy szebb 2023-as évben. Úgyhogy nekem ez egy nagyon nehéz év volt, és én úgy érzem, hogyha ezt az évet túléltem, és még itt vagyok, és még van erőm, és még tudok mosolyogni, és tudok boldog lenni, akkor ennél már csak jobb lehet. De hát ilyenkor szokták mondani, hogy mindig van még, tehát mindig tartok azt az élet valamit. Tehát amikor azt gondolja az ember, hogy most már innen nem történt semmi, még mindig akkor is van valami, de én nagyon bizakodó vagyok, úgyhogy én kívánom mindenkinek, magamnak is, hogy tényleg teljesüljön minden kívánságunk, álmunk, és egy sikeres is. Szép, 2023-as Nincsen. De ezt szerettem volna hozzákapcsolni, hogy én inkább mindig azt mondom, hogy a rosszak után mindig jön egy nagyon jó. Nem az, hogy van rosszabb is, hanem hogy jön egy nagyon-nagyon jó. Én is szerintem, hogy mindig közbeszól egy élet, ami olyan elő pozitív mindenben. Te tele vagy pozitív. Én is ilyen voltam, én nagyon pozitív voltam mindig. Aztán most néha vannak ilyen negatív hullámjaim, ami szerintem teljesen normális, de egyébként többnyire én is ilyen nagyon pozitív felfogású vagyok, és próbálom ezt is mutatni a kislányomnak is, és a családom is, illetve a barátaim is így ismernek, és ám is szoktak szólni, hogy ne legyél már depressziós, miért van megint ilyen negatív, és akkor mondom, majd legyek már én is néha mondom rosszul, de szerintem tényleg nagyon fontos az, hogy tényleg, ahogy te is mondod, hogy pozitívan álljunk a dolgokhoz, úgyhogy csak ez előre. Biztos. Így van. Mindannyiótoknak, nektek is ott, egy háború, halál, felmelegedés, baj, betegség nélküli. Nagyon-nagyon boldog új évet kíván. Nunk mindannyian. Köszönjük, hogy velünk voltatok idén. Jövünk jövőre. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Boldog új évet mindenki. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.